Az ENSZ becslése szerint mostanra meghaladta 3 milliót azoknak a száma, akik a háború miatt elhagyták Ukrajnát. Rengetegen vannak olyanok is, akik elmenekültek az otthonukból, de egyelőre Ukrajna biztonságosabbnak vélt részein keresnek menedéket. Nekik is próbál segíteni a nemzetközi közösség, ebben főszerepet vállal a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, amelyik Kárpátalján már bizonyított. Több mint 200-an éjszakáztak a záhonyi segítségponton. Itt minden támogatást megkapnak a háború elől menekülők. Volt olyan nő, aki lányával Harkivból jött el, önkéntesek menekítették ki őket a városból. Szeretnénk tovább utazni, de még nem tudjuk hova. Ha letelepedtünk, akkor szeretnénk még dolgozni. Tudjuk, hogy Európának elég nagy teher az, hogy ennyien menekülnek, de reméljük sikerül valamilyen munkát és lakást találni, mondta az ukrán nő. Ez pedig már a Beregsurányi segítségpont, ahova naponta több száz menekült érkezik. A karitatív szervezetek arra készülnek, hogy elhúzódhat a segítségnyújtás, ezért fejlesztik az infrastruktúrát. Az esős idő miatt újabb sátrakat állítottak fel, és mindenkit azonnal száraz, védett helyre visznek. Vártuk ezt az időjárást, mert eddig azért egy kegyelmi állapot volt, hogy nem volt eső, meg különösebb csapaték, de hát megérkezett. Vannak puffer sátraink, amiket föl fogunk állítani, felállítottunk, úgyhogy tudjuk ott fogadni a menekülteket addig is, amíg a helyükre kerülnek a befogadó terekbe, vagy pedig a váróterekbe. Németországban mennek egy nő és egy gyerek. Regisztrálják a háború elől menekülőket a Tiszabecsi segítségponton. Az előzetes regisztráció után segítenek nekik a szálláskeresésben, vagy a továbbutazásban. Mindenki meg van répülve, mikor megérkezik, tehát higgadtan kell őket fogadni, le kell őket nyugtatni. Mindenkinek szállítás, eljutni A-ból B-be. Mi ebben próbálunk segíteni. Zajlik az adománygyűjtés is. Az Actelians nevű szervezet első lépésként elindított egy 9 millió euró, vagyis mintegy 3,5 milliárd forint összértékű gyűjtést a menekültek számára. A Genfi központú szervezet több mint 125 országban van jelen, Ukrajnában pedig az ökumenikusokon keresztül nyújt segítséget a bajba jutottak számára. Tragédia, amit Ukrajnában látunk. Az orosz-ukrán háború és az, amilyen hatást gyakorol az emberekre. A magunk részéről az Actelians minden támogatást megad a tagjainak, köztük a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek is, mondta a főtitkár. Az Ökumenikus Segélyszervezet 25 éve van jelen Ukrajnában. A világ egyik legnagyobb humanitárius szövetségének bevonásával pedig az a cél, hogy minél több régióban segíteni tudjanak. Ez a világ egyik legnagyobb humanitárius szövetsége, több mint 140 tagot számlál, egyházi hátterű segélyszervezeteket, és ennek az Magyar Ökumenikus Segélyszervezet az egyetlen magyar tagja. Ez egy óriási erőt ad ebben a helyzetben, hiszen ez azt jelenti, hogy valamennyi tagszervezet ilyenkor az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül tudja kifejteni a segítő tevékenységét. Egy óriási nemzetközi összefogást tapasztalunk. Magyarország legnagyobb humanitárius segítségnyújtását készíti elő a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, fogalmazott a szervezet elnök igazgatója. Lehel László elmondta, segíteni kell a magyar oldalra érkező menekülteket is, de azokat is, akik az ukrán oldalon maradtak. Mi abban látjuk most a fő feladatunkat, hogy lehetőség szerint megpróbáljuk őket ebben a közösségben tartani, mert itt nincsenek azok a nyelvi problémák, melyekről az előbb hallottunk, mégiscsak a saját országukon belül vannak. Az ENSZ adatai szerint a háború kezdete óta már jóval meghaladta a 3 milliót, az Ukrajnából elmenekültek száma.